Sziasztok! Hát húsvét közelettével csinálok még egy bárányos kaját, ugye most csináltam egy báránycsülköt is már sütve, és most vettem bárány apró hús, mert ennek csak így 4000 forint kilója, és csinálok belőle, mindenki ebből ilyen ragut csinál, ilyen paradicsomosat, tejszíneset, ilyet, olyat, amolyat, de hát azért a bárány az önmagában, hát a bárány bordát, meg mindent, és simán roston is megsütik, és egy isteni kaja, úgyhogy én most egy ilyen brassói szerűséget fogok belőle készíteni, mert én csak a húst akarom így jól megkajálgatni. Egyébként nagyon szép húst vettem, alig vannak sajnos ezekben, mindig vannak ugye ilyen csont, belevágott csontos részek, és még ezt is átnéztem, és levagdostam róla az ilyen hát amivel egy pici ilyen kicsit már fagyusabb, talán meg hártyásabb részeket, de mivel nálunk ugye semmi nincs kidobva, és hát azért húsvét közelettével a kutyám is hadarüljön, egy ilyen jó nagy marék rizssel fölteszem bő vízzel, és ezt megfőzöm a kutyának, hát egy hívjuk risottónak, és akkor a kutya is kap egy bárány ebédet, nem csak én fogok jól járni. Ezt már egy ideje hevítem, hogy jó forró legyen, és most ha már bárány, akkor kicsit minőségibb cuccokat használok, úgyhogy olívaolajon szépen elkezdem megpirítani, és jó alaposan körbepirítom, tehát hogy színesre, hogy már legyen színe, addig nem sózom, hogy kevesebb vizet engedjen. Na még ezt is levágom innen. Látjátok az ilyen, ami ilyen nagyon vastagabb ilyen kis sín, ezt kivágom. De egyébként a bárány húsnak nincs erős ilyen fagyus íze, de még azt is, hogyha lehet, tompítom egy picit. Na és a lényeg, hogy ezt most jó alaposan, lehet, hogy átteszem oda a voklángra, és jó alaposan körbepirítom. Na, átraktam itt a legerősebb lángomra, és egy fej hagymát, amíg az elkezd. Nem ilyen túl finomra, hanem ilyen kis nagyobb kockákra megvágok, és amikor már elkezd kirulni majd a hús, mert most először ugye kidobja a levét, akkor mellé teszem a hagymát is, és együtt szépen ilyen arany barnára vagy aranysárgára szépen meg fogom pirítani. És most nem fogok pirított burgonyát csinálni, tehát nem főcsült burgonyaköret lesz, hanem simán pucolok meg krumplit, és kockára vágva bő olajba meg fogom sütni, és azzal eszem majd. És amikor ugye elkezd sercegni már, tehát már nincsen rajta folyadék, akkor mehet mellé a hagyma, és most rámehet egy teáskanál só, és szépen el lehet kezdeni pirítani, sőt, őrölt bors is mehet rá már most. Tulajdonképpen ugyanúgy fogom ízesíteni, mint egy brassói, kivétel, hogy lesz benne egy kicsi rozmaring, és száraz fehérbor jelen esetben. Sárdöné. Na és amikor már így rommá pirítottam, nézzétek meg, hogy ilyen jó alaposan, ilyen tényleg ilyen gyönyörű szép, remélem látszik, pirosra vagy aranybarna, vagy mit tudom, minden. Hívjuk ezt, megpirult, akkor mehet bele egy olyan 1,5 decinyi fehérbor. Ugye a sót már tettem rá, most mehet rá egy pici rozmarin, de erre még kevesebbet teszek, mint a csülökre, mert ezt mindig mondtam, hogy látom, hogy olyan mennyiségeket használnak videókban, de ez egy nagyon-nagyon intenzív, tehát egy ilyen mokkás kanálnyi vagy késhegynyi rozmaringot teszek bele. Ha van friss, akkor természetesen az még ennél is jobb, és a végén teszek majd bele új hagymát, meg hogy egy ilyen kis friss íze legyen, meg petrezselyt, nem zöldet. És két ilyen, vagy három ilyen nagyobb gereszt fokhagymát is most bele csirrentek. És mehet rá a fedő, és szépen elkezdem párolni. Jaj, párolni, hogyha ha kell, akkor vízzel. Tehát most is már öntök alá egy pici vizet. És hogyha kell, akkor vízzel utána öntöm, és akkor kevergetve szépen vajpuhára megcsinálom. Na, mikor veszem ezt a fokhagymát, aztán... Ennyi. Krumplit azt csak ilyen durva nagy kockára vágtam, mert ugye a sülés közben egy picit össze fog sülni, és akkor ezt frituba, bő zsírba vagy bő olajba megsütöm, vagy ahogy akarjátok. Na és most kivettem egy ilyen csontos darabot, mert ez ilyen kicsit inassal. Hagytam meghűlni.
Jó lesz ez? Most már elég puha. Leveszem a fedőt, és látjátok, a kumplit már csak most kezdem el megsütni. Mondjuk a többieknek is sütök, de mindegy, a lényeg, hogy ilyenkor kezdem el a krumplit megsütni. Most beleteszek még ilyen kettő kisebb gereszt fokhagymát, mert ugye a fokhagymának, köménynek, zöldfűszernek magas az illóolaj tartalma, és azt szeretném, hogy érezhető legyen rajta. És most vágom bele a egy új hagymát és a petrezselymet is, és ezt most annyira vissza fogom pirítani, hogy a szaft, amikor már ilyen kellemesen sós ízű legyen. Tehát addig pirítom. Nem akarok most sok szaftot, tehát inkább egy ilyen jó kis pirított hús szerűséget szeretnék elérni, és hát azt akarom majd úgy jól elrákcsálni a sült krumplival. A lényeg, hogy most belevágom ezt a hagymát is. Na, beledobtam a hagymát, és ez a kertemből van leméhűtve friss vágott petrezselyem, ami most már ugye fagyasztott, és ebből egy ilyen, hát egy fél csokornyit, egy ilyen evőkanálnyi mennyiséget beletettem, és tulajdonképpen ennyi. Most már csak addig fogom sűríteni, úgymond, vagy visszapirítani, amíg a megfelelő sósságot eléri a szaft, megsütöm hozzá a krumplit, és kész is van a kajcsi. Na hát, és íme a végtermék. Ugye hát a friss hagyma is összeesett benne, de egy ilyen kis rövid szaftot azért hagytam alatta, hogy legyen mit tunkolni. Viszont pont emiatt nem is fogom összekeverni mint egy brassói. Tehát ezt most lehetne úgy, ugye, hogy szépen összeforgatjátok így az egész krumplival, és akkor együtt tálalni, de inkább egy picit megsóztam a burgonyát, és külön fogom, mert ezt egy jó kis savanyúsággal, meg már nem tudok beszélni, meg egyéb dolgokkal, és akkor hát ezt, hogyha jól szétfőzitek, ugye a bárány is ugyanolyan vajpuha tud lenni, mint bármi. Várjátok, egy kicsit megállítom, ez nagyon forró most megint. Na, vártam egy lehelletnyit, mert nem akartam megint szétegetni a számat. Figyeljetek, ilyen receptet szerintem nem nagyon fogtok bárányra találni, mert mindenki ezeket a ragukat készíti, úgyhogy aki szereti a bárányhúst, ennek érdemes kipróbálni. Nagyon-nagyon finom. Ezt is ugye, hogyha jól szétfőzitek, akkor teljesen vajpuhára szétmegy a hús, és egy isteni különleges pikáns íze van, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!